Kis, arra a kis szigetre vajon megéri-e épületet építenem, mert mégis, hogyha magányosan akar élni egy katona, akkor talán. Hát mindegy, rakjon ki le még egyet, így. Hát esetleg egy guard, vagy mi ez, watchtower-t, ez azt nem tudok. Tudok. Van hajóm. De csak embert nem tudok, nem tudok átvinni. Mindegy, azért nem fogok most ezért hajót építeni, vagy ilyen nagy, nagy... Jó. Ott az enemy! Aha, akkor azért van már két soldier. Ez várató volt. Jó. Bányászunk megy már. Arany! Arany, azt ott kéne kopácsolnod, de jó lesz ez. Még a következő is, nagyon nagy. Kettőt elfoglalom, és akkor még, ugye építés alatt van... Ezt bekötöttem? Ugye ezt nem kötöttem még be? Ez két szénbánya. Jézus! Ne! Ne szórakozzunk. És értem, hogy miért nem lehet ezt egyszerűbben megoldani. Mondjuk így akkor tudunk terjeszkedni, de megépíteni ezért horgászt. Oké, a storehouse-om elkészült.
Ezek jönnek. Egész jól termelgetünk. Foglaljuk, igen, ugye? Igen, ilyen... Ott jön a másik. Ide nem az kell, tehát akkor kettő még kell. Hát ez majd a harmadik, de ez most nem érdekes. Három kell még, mert ide egy aranybányát még akarok. Az lesz, a harmadikat már csinálja éppen. Szevasz, Tibor! Mi újság? Jó, akkor leállítjuk a izét. Most legyen őre, hogy nézzük, hogy pecásom van amúgy. Hoz, mi van? Jó. Oké, és milyen szakemberem nincs már? Sörfőzöm nem kell, bányászom, hát ugye azon rajta vagyunk. Hajókészítő... Jó, igazából... Nem kell most már. Valiba full. Hát elvőrzőnek. Nulla. Így. Kellenek a fegyverek. Mi a játék neve? Szabad kérdezni. Ki van amúgy írva a videónak a címébe, vagy a linkjébe, de amúgy a The Settlers 2, a telepeseknek a második része. A stratégiai játék, ahol építkezni, illetve terjeszkedni kell, és ugye megteremteni a terjeszkedés feltételeit, mind katonailag, mind ugye épületek tekintetében. Ugye ahhoz, hogy épületet tudjak építeni, ahhoz fát kell kivágnom, fát kell gyártanom tulajdonképpen, ugye a nyers fából ugye deszkákat, követ kell fejteni, aztán ugye farmot kell csinálnom, hogy a bányában lévő bányászok azok ugye dolgozzanak, és kibányásszak nekem a vasat, meg a szenet, meg az aranyat, amiket ugye fegyvergyártásra, meg a katonaságomnak a haderejének a növelésére tudok használni, és a katonaságot meg arra tudom utána használni, hogy terjeszkedjek, és legyőzzem az enemit. Úgyhogy ilyen minden összefügg mindennel, jó kis stratégiai játék szerintem. Ott bányászik, oké is. Az a baj, hogy... pedig ott amúgy lenne. Igen, nem sok, mindegy. Jó, elkészült ez a storehouse is. Jó. Ó, oh, bazd! Oh, jó, mondjuk ott van izé. Tudunk majd bányászni még valamit. Megérte. Viszont ide akkor vigyen ezért, vigyetek pénzt. Hát fejlesszük a haderőnket. Itt nem kell még. Jó. Ott az épülni fog, az épülni fog. Oké is. Oké is. Milyen épületeim vannak amúgy? Grandbanyan nincsen, Fortressen nem kell, Hunter nem kell, Donkey Breeder nem kell. Mi ez? Brewery? Abból szerintem elég egy. Aranybányából is. Ez mi? Slaughterhouse? Az se kell, ezt nem tudjuk még mi. Ez mindenből van.
Az a kérdés, hogy hol tudok majd terjeszkedni, ugye ebben az irányban nem tudok megindulni, még az enemi sem. Tudjátok, mi lesz a megoldás? A hajót kell megint építeni és felfedezésre indulni, mert innen mondjuk. De ide még nem tudok épp. Ó, bassza meg. Nem jó. De mindegy, aranybányát azt építsünk. Hát elég lesz egy. Fejtőt, ide egy barakkot. Szerinted hogy hívnak? Na? Mondjuk szólíts azon a néven, ami a csatornának a neve. Csak úgy, egy tipp. Ugye elmondom, hogy a legtöbb streamer akár YouTube-on, akár Twitch-en, azon a nevén szólítják, amilyen a, vagy amilyen a csatornájának a neve. Tehát Kodiakot se Balázsnak, vagy nem is tudom, Balázs, ugye? Hanem Kodiak. Úgyhogy Ádám, remélem, hogy segítettem, és ki tudod majd találni, hogy hogy hívnak, de amúgy hello neked is, szia. Hát ide küldünk egy izélt. Küldjünk ide egy... geológust. Ezt nem tud. Minden jó lesz úgy is. Sétáljon. De oda miért vitt aranyat, bazd meg? Pedig mondtam, hogy ne vigyen. Picsába. Na mindegy. Fischeri mi? Nagyon nagy. Nagyon nagy. Hol az iron? Hol a... ja, ó, ott! Ott tavas. Nagyon nagy. Pecásunk van még. Még van 5. Ez még bőven sok. Itt is van vas. Thank you.
De jó pol. Köszi szépen, szevasz Recsi Peti. Fanboy? Mi ez a fanboy? Akarom én azt tudni, ez ami izé? Ilyen... izé? Olyan izé? Ez a B betűs? Elég annyira, vagy olyannak hangzik. Jaj, valamit talált közben a... Szenet is találtunk, az mondjuk nem rossz. Mondjuk ez nem rossz. Lehet, hogy úgy kéne építeni a kütt az utat, várjál csak. Hát, hogy építsük. Próbáljuk meg itt. Hát, ott talál izőt, így. Most nem tudom, ennek van-e értem, hogy összeérjen itt a kettő egymással. Olyan tekintetben viszont lenne értelme talán. Ugye meg egy barakot építeni, hát ha ez itt összeérne utána. Hogy... akkor tudnék pecás izét építeni. Mondjuk ide. És akkor ez jobban tudná táplálni, mert itt azért a vasat nem nagyon bányász. Hát itt a bányászág, de nem olyan nagy ütemben. És ide raknék még egy horgászt. Jó, oké, kösz. Jó, ennyi elég volt, köszi Recsi Peti. Még talán sok is. Na. Igazából veszélyt nem jelentünk az enemire, de ő se ránk legalább. Mert ugye nem tud ezen a kis szaron, nem tud átjönni, nem tud terjeszkedni. Tök jól néz ki az ekonómiánk, mert rengeteg bányám van, pörög a izé, fegyvergyártás, azt sem mondjuk most kicsit meg kell pörgetni ezért is. Kettő ugyan, az beköltözött. Itt a vasat majd szerintem építünk. Igen, az valami nem kap kaját. Igen, nem tudok tovább menni. Hát igazából egy csákány kell csak. Ezt már csinálja is. Több most igazából nem kell, úgyhogy menjen tovább az armory. Három csákány elég, ugye?
21. Jó. Szerintem több bányát most egyelőre nem fogunk építeni, mert örüljünk annak, hogy ennyi van. Inkább a kaja ellátást kéne most valahogy ezért biztosítani nekik. Igazából még erre is tudok. A horgász akkor legalább az ide ezeket ellátja, meg ezt is majd kajával. Lássa, nem nagyon tudom, az a baj, ja igen, menteni akartam, és mondjuk egy ilyet. Jaj, nem jó. Load. Azt tudom akkor lebontani, akkor próbáljuk meg ezt.
Jó, ez így jó. Kell annyi barak. Na igen, ezt nézzük meg, hogy ez... Ja, ez se osztoroz, jó. Oké, és... Hát, talán még amúgy itt ezt le lehetne bontani. Optimalizálnunk kell, mert azért annyi katonán nem lesz. Ugyanúgy a pénzt. Jó. Oda mit rakunk? Jó, oda is barakot. Meg ide is. Jó, ezt elfoglalja, elfoglalja. Órájt. Azt mondja, hogy akkor bányát egyelőre nem épít. Sárkányom már megint picsájában. Akkor kell még egy izé, még egy csákány. Ide is tudunk tenni egy pecást. Ezek nem kapnak izét. Az a baj, hogy... Igazából horgászokat tudom csak megoldani most már lassan a kaját, mert ahova tudtam, oda raktam farmot, ugye erre a két helyre. Innen ezeket ugye kiszolgálja. Ez tök jó, hogy itt van szén, mindegy akkor...
Egy kicsit pörgessük meg. Ide meg egy izét. Van még pecabotunk, ugye? Vagy pecásunk? Előtt kell még legyen. Akkor még van kettő. Elfoglaljuk, akkor ide is szerintem fogok tudni építeni egy pecást. És akkor ennek, ide, ennek a két bányának tudok vinni majd az horgászt. Nem tudok ez egyszerűen farmot építeni máshol. Tehát így kimerült. Max még ennek a helyére majd ide. Nincs elfoglalva, értem. Tehát úgy van, hogy... Akkor kettő kell, ugye? Fogok tudni ezért utat építeni. Most ide akadik egy barak, mert ezt nem tudom bekötni, bazd meg. Sem erre. Picsába. Ezt hogy oldjam meg? Annyi fésserünk épül.
horgászunk még van. Akkor ott elfoglalni. Kurva jó. Mindegy. Jó, elveg, akkor most több már nem is kell belenyomul, ugye? Nem kell. Akkor átállítjuk vissza. Menjen a fegyvergyártás. Hogy shipyardot sem tudok építeni. Szerintem a láván nem tudok hajózni, az biztos. Hogy tudok, nem hiszem. Azért annyira már csak nem baszták el a játékot, mert szerintem én ugye azt gondoltam, hogy ilyen földön ugye a búzát sem fogjuk tudni megtermelni, bár mondjuk akkor meglettem volna lőve, hogy akkor hogyan érem el a célomat. De szerintem a lávában hajózni nem igazán, főleg fa tutajokkal, de szerintem másra sem nagyon lehetne, úgyhogy nem tudom, igen, lávás hajózót még, vagy hajózást még nem láttam. Ide miért nem viszed a izét, az elemózsiát, bazd meg? Pecásunk az megy, és igazából több horgászt nem kell majd. És kérdés az, hogy igen, azzal, hogy ezt elfoglalom, de még egy pecást kéne viszont, mert az ezt fogja ellátni. És nekem, aha, jó, akkor viszont egy gyorsan. Azt mondja, az elfogyott már a... Az nincs. Így van, és horgászom sincsen, úgyhogy... Úgyhogy egy pecamotot kell. Sűrűsbe. Thank you.
Meg tudom csinálni. Elvileg tudok horgász. Yes. No, hát most a kérdés igazából itt, az meg a másik kérdés, hogy mi a faszért nem izé, miért nem visz kaját? Haló? Értem, na mindegy. Ja, hogy ez nem itt horgászik, ez kimegy oda? Ja nem, hogy ez az ő, aha. Na mindegy, nem tudom, ez, ja most jön, aha. Na mindegy, hát ugye itt van a farmunk, itt is ugye. Kész a horgászbot. Igazából akkor azt is most már elvittjük így. Meg kell várnom, amíg a kőfejtőm az itt elkezdi ki, de ugye neki nem tudom megmondani, hogy mit bányászom, vagy milyen ütemben, hova. És meg oldalba tudom támadni? Mármint, hogy oldalba, hát igaz, relatív. Meg kell próbálni, mert... Építsünk ide egy engedély, nagyon jó, egy watchtower-t. Lehet, hogy rosszul is közelítettem meg a dolgot, hogy nem erre kell terjeszkednem majd. Meg hát erre is tudok majd délfelé, hogyha itt az majd a kis kőfejtőm az ezt a kibaszott sok követ ugye kifejti. Addig azt tudjuk csinálni, hogy ide építek egy watchtower-t, megnézem, hogy ebbe az irányba érdemesen, mert igen, akkor ide rakok még egy barakot. Hát ide meg most leraktam egyet, aztán meglátjuk, hogy tudok-e. Mert igazából tudok, akkor ez már azt jelenti, hogy nézzétek meg, akkor már ott jelennék meg. Tehát igazából a térkép, tehát akkor nem jobbról támadnám kelet felől, hanem nyugat felől érkeznék rá azért az enemire. És arra biztos, hogy nem számítana. Tudti, hogy úgy meglepném, hogy nagyon. Na, mindegy. Jó.
Nem mindegy. Speed up. És akkor most elkészült. Kéne egy horgász. Mi horgász? Valahol megy. Ja, nem, ez barak, bocsánat. Nem horgász, de én nem horgászom is. Ez a két mennyes be fog indulni, úgyhogy szénből lesz bőven. Úgyhogy a termelés az meg fog most lendülni szerintem. Most nagyon remélem. Szüntetjük meg. Azt mondja, hogy... azt gondolom, hogy milyen barakokat lehetne esetleg megszüntetni. Talán ezt. Na, mondom. Jó, igen, ezt igen. Egy kicsit optimalizáljunk. Thank you.
scout az mitől lesz valakiből? Mit kell azt csinálni a scoutnak? Ez a crucible le lenne az? Gondolom. Nincs lövésem. Ez a crucible. Mitől lesz valaki scout? Ez mi? Nem, ez bow, az nem. Hát lapáttól, meg fejszétől, és ez csak nem. Tanks. Tanks, bocsánat. Hát, ez jó. Mindjárt kiderül, hogy jól gondolkodtam én. És van a scout, az valahogyan kéne képeznem, nem? De mindig csináljon egy-két ilyen szarságot. Jó, hát akkor... bassza meg. Ha jókáznom kell, akkor nem tudok szárazföldön eljutni a... Építsünk ide is egy izét. Szerintem az nem kell a scoutnak. A scout az gondolom az csak így lesz, tehát annak mi kell? Ez egy ember, gondolom. De ez vagy külön tartja számon. De mondjuk a forestert is külön tartja számon, pedig hát annak... Nem, annak gondolom az ásó, az bocsánat, az más. De van három scoutom, hülye vagyok. Ezt nem írja, hogy hogy... Information. Az a probléma, hogy igazából nem tudok építeni. Igen, ide meg nem tudok mit építeni, mert... Mert nem tudom, hogy azt tudod, hogy milyen békőjel szolgódnak. Igen, ugye azt csak ezt tudnám. Shipyardot. Bassza meg. Ugye ide nem... Tehát kéne olyan... tóparti, illetve vízparti terület.
Engedi? Az Aaron Speckery mail, szóval nem. Engedi. Guardhouse kéne, nem? Valamelyik kiürült. Picsába! Ez a bánya. És ennek van is kenyere. Na jó, hát akkor itt innen mindent kibányáztam. Ide akarok építeni egy barakkot. Yes. Kiványáztam. Hú, gyerekek, csak az a baj, hogy talán ott el tud majd jönni. Basszus kulcs. Ezzel még nem vagyunk kint. Tudnék szállni, mert ott is ilyen lávás van, gondolom ezt nem tudom beépíteni. Legalább ez a vas az elkezdett felpörögni, ugye ennek a halásznak köszönhetően. Ennek a halásznak köszönhetően meg ez. De önmagában az nem probléma, hogyha ugye egymás mellett van két ugyanolyan bánya, és ugye ez nem kap, mert mindig ide megy be. Ez nem baj, mert ez ki fog merülni, és akkor utána ez a fishering majd ezt fogja kiszolgálni. Mint ahogy itt is. Na végre most itt is elkezdett dolgozni, és vittek egy kis kaját. Fele folyamatosan. Ennek azért annyira nem örülök, mert bányáztam egy csomót. Jó, igaz, hogy van egy csomó barakkom, de megnézzük, van 12 katonám, bazd meg. Azt hogy? Abban meg nem segít nekem, de most úgy izé, nem árulj el a titkot, csak azért se, köszi. Köszi Csaba, jó fej vagy. Jó, hát erre akkor biztos, hogy nem kell mennem. Így el tudja osztani, valamiért nem kap a izé a vasbánya halat. Miért nem azt csinálja, hogy egy ide, egy oda? Nem. Mindig a izé szénbányának viszi, bazd meg. No. Ez az itt épül.
Jó, hát akkor a többi az itt mukodik. Opp, itt a halasz kezd elfogyni. Ajaj, ajaj. Sokat nem látunk, mindegy. Ezt át fogom izé bányászni, és... százalék, valami azért csak beindult. Egyszer kapott kaját, gondolom. Valami véletlen folytán. Nagyon jó. Az meg, és hogy meg tudjuk kerülni. Kőfejtőm van még, mert akkor építsünk oda egy kő. Mondjuk van annyi, mint a szemét. Csákányom is van. De igazából van... Nem, Stone Mason-om nincs. De csákányosom van, úgyhogy ide még egy kőfejtőt akkor lerakunk. Ez gyorsabban bontsa körül. Na! Na! Ez a megoldás! Így is van, 25% most már. Jó. Ide valamiért nem dől még a... és egy Watch Tower-t, mit szóltok hozzá. Szerintem egy katapultot majd lassan akkor be tudunk izélni, iktatni. Lehet, hogy akár ide mellé. Attól függ, hogy milyen messze lesz majd az épület, azt meglátjuk majd. Igazából nem sok választ el minket, hogy tudjunk támadni. Legyen egy ilyen folyosó. Meg az, hogy őt se. Pecás, ez kimerült. Szerintem. Igen, azért a kettőben nincs arra lehetőség, hogy lerohanja az ember a... Mert ugye nem csak amiatt, hogy nem látjuk a mapot, tehát ugye szürke területeket látunk, hanem amiatt is, hogy például ezen a mapon, hogy az enemy az most erre van, mint ugye most utólag kiderült, igazából erre nagyon nem tudunk terjeszkedni. Vagyis hát tudnánk, hogyha engedne olyan épületet építeni, ami, ahol tudunk mondjuk shipyardot készíteni, de nem enged, tehát mindenhol izé van ilyen egy... személyes épület, és ugye abból meg nem tudunk shipyardot. De most ahhoz, hogy erre tudjunk terjeszkedni, ahhoz ezt a nagy kőmezőt itt ki kell fejteni. És hát a játék eleje óta fejti, tehát hogy valahonnan innen indultunk, vagy kb. Itt, tehát hogy... És akkor lehet, hogy még elindul majd erre, vagy ezt fejt, tehát hogy... Hát nem... De nem, itt meg azért nem, mert ide meg engednie kellett volna építkezni. De ide meg nem engedett. Úgyhogy ez káosz.
Szóval nem tudok igazából jobb megoldást. Most, hogy már itt van ugye a nyakamon, tehát oda látszik az ő határa. Nyilván, hogy építek izét, oda egy ilyen nagy tornyot. Mi Watchtower-t is. Megy a scoutom. Ma jó. Ship Friday, call them Sons of Nippon, they are short. Hát találkoztunk magyarul a kínaiakkal, vagy a vágott szemüveg, igen. The friendly manner, although they act in a friendly manner, although they are igazából őket nem bántjuk? Hogy bántjuk? Hát bántjuk. Kőne. De ugye sziklákon nem tudok átmenni, tehát hogy ez... Igen, ez így... Annaki. Ők sem. Mondjuk ő is fejti a követ, úgyhogy előbb-utóbb majd összeérünk. Készült, jönnek a kotonák. Ajaj, no more fish. Ide tudok végre izét építeni? Nem. Miért nem engedi, geci? Nem engedi. Vagy? Nem. Shipyard, nem engedi. Mindegy, haladjunk akkor erre. Nem, ez kurva nagy kerülő, de... Most oda miért raktál? Mi át tudok menni a sziklákon? Ne basz! Ne basz! Ez a baj, mondjuk a katapult az neki eléggé közel van, hogyha ezt elfoglalnám, akkor az... Az jó lenne. Megpróbáljuk. Nincsünk egyet, ezt nézzük meg, hogy... Max, mi baj lehet? Hogy állunk, izé? Ja, no more fish, ezt nézzük meg. Igen, ja, itt. Szegény. Na, hát egy pecásunk felszabadult. Oké. Szerintem ő is... Ő is abba hagyhatja most már a munkát. Ez, hogy kipecázunk ugye mindent, és... Előbb-utóbb az is elfogy, hogy kimerül.